szépség. Elfeledtél már, hogy nem szeretsz úgy, mint régen. Mikor nyílt a sok virág, egy picit puk az illatát. Nem ébredsz már itt velem, ilyesnek az életem. Szellő súg meg azt nekem, hogy kit csókol, miért nincs itt velem. De úgy fáj még most is a szívem, a reát emlékezem. Üzenem néked a széllel, hogy várlak még minden éjjel. Esküszöm mindent megteszek, hogy élhessek újra veled. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a mikrofonnál a Sufit. Halljátok és szép estét kívánok mindenkinek. Ma este 19.30-tól 22 óráig csak Kacor Feri dalokat fogunk hallgatni itt a Joker Rádióba, és hamarosan itt lesz a Feri velünk, az utánozhatatlan, csodás hangú, mulatos, nosztalgikus és romantikus énekesünk, a Kacor Feri. Nagyon sok szeretettel várjuk őt, és akkor megyünk is tovább. A következő dalnak a címe a Kékszárnyú lepke. Látom, boldog az életem.
húz választ, mit felel. Ne áruld el neki, hogy néha könnyezem. Hazud, hogy úgy látod, boldog az életem. Ne áruld el neki, hogy néha könnyezem. Hazud, hogy úgy látod. Szavakkal oly sok szépet kivért. Szomorú nyárt adott a boldog percekért. Kék szárnyú reggel csak te tudd és senki más. Még most is bennem él egy titkolt vallomás. Kék szárnyú reggel csak te tudd És köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szép estét kívánok mindenkinek, a Sufit halljátok a mikrofonnál, és már nem vagyok egyedül, itt van velem Kacor Feri. Szia Feri, szép estét! Szép estét kívánok én is neked és a rádió hallgatóknak is. Örülök, hogy itt lehetek a körötökben. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk ma este. Mikor meghirdettük, hogy ma te leszel a vendégünk 18-án, az első reakció az volt a képnél, hogy végre eljött ez a nap. Annyira nagy örömömre szolgál, köszönöm szépen. Annyira vártak már a hallgatók, hogy itt legyél velünk. Kezdem én is az elején, hogy ez gyerekkori álom volt, hogy te zenész, énekes leszel? Hát egy késő gyerekkori álmom, igen, mert én elég későn kezdtem a muzsikát. Én a szakközépiskolába kerültem, akkor a osztálytársaknak a hatására kezdtem el muzsikálni. Ott gitáros volt, dobos volt, egyéb volt, és mondják, hogy hú, hát hallottam ott félfüllel, hogy nincs billentyűs, és akkor mondtam, milyen jó lenne, ha én lehetnék ilyesmi, de hát akkor még nem foglalkoztam a muzsikával. Uh-huh. Hát el kell, hogy mondjam, ugye énekből én kettes voltam örökké. Na, ne mondd. De becsület szavamra. Kedves énektanárnőm azt mondja, hát azt nem hiszi el, mikor megtudta, hogy én mivel foglalkozom. Hát azt mondja, miért nem mutatta meg akkor is? Hát mondom, valahogy nem tudom, akkor ilyen fész volt bennem. Úgy éreztem, hogy tudom azt az éneket, de mégsem mertem elénekelni, nem tudom miért. Annyira jó énekelsz, és annyira utánozhatatlan vagy, hogy amikor a te dalaidat hallgatjuk, elég egy-két ütem belőle, már azt tudjuk, hogy az kacordal. Hát köszönöm szépen, és megtisztelő, és tényleg jó érzés, amikor azt mondják, hogyha az első 8 ütemet meghallja valaki, akkor már be tudja azonosítani, hogy az én vagyok. Hát pedig nem tudatosan volt ez, az idők folyamán alakult ki ez a stílus. És akkor menjünk vissza arra az időre, amikor még nem zenéltél, akkor mi volt a hobbid, mit csináltál? Hát nem is nagyon emlékszem, hogy mit csináltál. Hát tudod, akkor volt a foci, meg ilyesmi az a tizenéves korban. Aha. És akkor jött, hála Isten, édesapám, akkor nem tudom miért, nem hiszem, hogy akkor fölismerte volna azt, hogy én belőlem lesz valami. Megvette egy harmona nevű kis hangszert a bizományi áruházba, tudom, 3400 forint volt akkor, amikor az én apám fizetése is ugyanaz volt egy hónapban. És abban az időben azért ez elég nagy áldozat volt, ugye bizonytalanban, mert hát ugye nem tudhatta, hogy abból mi fog kisülni, de éppen a múlt napokban beszélgettem róla vele, hogy hát mondom, köszönöm, hogy akkor ezt az esélyt megkaptam, de lehet, hogy nem itt tartanék, ha akkor nem kapom meg azt a hangszert. Az lehet. És megvan még az első hangszered? Hát az sajnos nincs már meg. Nagyon nehezen válok meg dolgokról. Az első erősítőm hangfalakkal az megvan fönt a padláson, éppen most gondoltam rá, hogy mondom, lehet, hogy valakinek elajándékozom, vagy nem tudom, mit csinálok vele, mert csak keringet az ember, le van fóliázva, meg minden, de azt mondják, hogy nem szabad ezeket a tárgyakhoz, a múlthoz kötődni, hát nem tudom, én nekem,
én nekem valahogy más vélemény ilyen téren, hogy jó ránézni, megsimogatom egyszer-kétszer. Én például autótól is nehezen válok, meg bármitől. Így más. Talán, bocsánat, ez kérlek, talán azért van, gondolom én, mert az ember megdolgozik érte, és nem úgy elsik a tölembe, és azt mondják, akkor az ember talán jobban megbecsül ezeket. Igen, igen, de minden embernek van valami, amit így őriz, félt, tartogat. Igaz? Te is így vagy? Igen, igen, én is. Csak nekem nem hangszer van, hanem mit tudom, mese is könyv, vagy játék, vagy mit tudom én, ami gyerekkoromról van, őrzöm. Igen, de ruhába is, pedig ugye azt mondják, amit egy évig nem vették föl, azt nyugodtan elajándékozhatod, mert azt már következő évben nem fogod fölvenni. Tehát én nem tudom, nem tudom, miért kötődöm én ehhez. Szerintem ez megint egy ilyen egyénre szabott dolog. Igen, ruha is van. Nekem is van. A családban, rokonságban van zenész? Hát az öcsém, az, aki dobos, ő végelendel velem együtt kezdte pályafutását. Ő 7. osztályos volt, amikor az akkori zenekar, ami volt így fiatalokból verbuválódott, a dobos sráchoz kiszállt, elment, és akkor hallom egyszer csak, hogy ott volt nálunk a dobszerkó, amin a srác dobolt, és hallom, hogy valaki ütögeti az ütemet, és egész jól. És hát az öcsém, mondom, 7. osztályos volt, már akkor ő buliba jött velünk dobolni, úgyhogy ő egy nagyon tehetséges. Csak ő inkább a rock irányzatot követi, aztán most is dobol ő is, csak más stílussal. És milyen együttesbe játszik ő most? Hát ilyen blues meg rock zenekarban kettőbe is dobol. Aha. Olvastam rólad, hogy a sorkatonáságnál is játszottál. Ott is mulatós félét, vagy mindenféle stílust? Nem, hát végeredményben egész végig ilyen mindenféle muzsikát. Én vendéglátóztam elég sokat. Étteremben muzsikáltam este, hétvégén megmentem lakodalmak, bálokba, úgyhogy mindent kellett játszani, a rocktól a kötelező zenedarabok, mindent, a Charlestontól elkezdve. De aztán szépen nekiálltam idogatni dalokat, és egyet-egyet úgy bebecsempésztem a repertoárba, és jó volt, mert ugye kontrollálni lehetett azt, hogy mi az a nóta, amit csinált az ember, hogyha esetleg valaki még 2 hét múlva azt mondta, te járd már el, azt emlékszel, tudod, ami arról szólt, akkor az igazolta azt, hogy jó úton halad az ember, mert tetszik esetleg az embereknek azt, amit írtam. És én nekem ez mindig is így egy nagy segítség volt ebből a szempontból, hogy tudtam tesztelni a nótáimat a bulikban vagy a vendéglátóhelyen. Hogy a vendéglátónál tartunk, mi az oka annak, hogy eltűntek a vendéglátóból zenészek? 70-80-as évekre én emlékszek vissza, hogy falvakban, városokban mindenhol volt élő zene, ha nem, akkor zenegépek. Vagy zongora. Igen, és most nincs. Hát igen, sajnos én is ezt hiányom, de nem tudom, lehet, hogy anyagi oka van, nem tudom. Hát bár ezt is kétlem, mert én a nyár folyamán voltam kint Erdélybe, és nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy akármelyik étterembe bementünk, zene szólt, élő zene, és én mondtam most a barátaimnak, hogy mondom, érzitek, hogy még az ételnek is más az ide, így, hogy egy élő zene ott van a sarokban, és muzsikálnak ott a zenészek. Fantasztikus jó élmény volt, és visszajöttek én ezek a 80-as évek az emberbe, hogy én nem tudom, biztos, hogyha én értenék a vendéglátásokat, akkor én nem hagynám ki azt, hogy egy zenész vagy zenekar működjön, mert szerintem meghozza az árát. Uh-huh. Ugye saját magad írod a zenéket, a szöveget, hangszereled is. Naponta mennyit töltesz el a saját stúdiódba? Hát ha kívülálló dolgok nincsenek, amik néha bejön, hogy olajcserére kell menni erre, arra, autóba, vagy valami mást intézni, akkor én az időm 100%-át ott töltöm a stúdióba. Ott töltöd. És mennyi saját dalt írtál? Hát olyan 300-400 között van valahol. Pontosan nem számoltam. Hú, az rengeteg, rengeteg. Hú. Hát próbálom tartalmasítani. Hát ugye nagyon sok olyan dal van, amit
amit fölénekeltem, azt mondtam, na, ilyen volt például, említetted, hogy a kék szárnyú lepkében kezdték. Igen, igen. És ezzel kapcsolatban van, valahol lent voltunk az Alföldön fölvétni, és akkor még az egyik zenész kollégám járt velem, aki a technikát kezelte, és oda jön egy hölgy, ugye a színpad sarkán is súgja, hogy hát a kék szárnyú lepkét, a kék, és úgy nem esett le, tudod, ez a hatos kazettámon volt, azt hiszem, rajt, és hát tényleg egy olyan dalbot megírtam, fölkerült a lemezre, és én ott el is felejtettem ezt. És akkor, hát mondom, jaj, mondom, hát ez nem az enyém. És akkor dehogy nem, és hazafele jöttünk a úton, és mondom a nacivalátom, te mondom, te keresd már meg, de mondom, van ilyen neki. És akkor tényleg is beteszi, hogy úristen, mondom, hát szégyen ide, szégyen oda, de tényleg megvolt az a nóta, csak hát nem hallgattam, nem foglalkoztam vele, és el is felejtettem, hogy az van. Nagyon szép dal. Hát örülök neki. Ugye mondtad, hogy 300, 3-400, ez hogy lehet fejbe megjegyezni ennyi dalt? Hát itt a kék szárnyú lepke például úgy volt, hogy 10 évekig nem foglalkoztam vele, és most kérték, meg mondták többen, hogy hát azt miért nem éneklem meg. És akkor fogtam, leporoltam, egy kicsit meg áthangszereltem, és tényleg teljes egészében egyetetek annak, akik kérték, hogy szeretik az emberek, és megmondom őszintén, én is kedvelem. És van itt egy hallgató, a Bende Melinda azt írja, hogy nőnapra is írhatna már nekünk egy dalt. Nőnapra? Nőnapra. Hát én minden egyes szerelmes dalt én nőnapra írtam. No. Úgyhogy üzenem a Melindának, hallgassa őket szeretete. Nőnapkor is és máskor is, mert ezt a gyönyörű szép hölgyeknek írtam a dalaimat. Köszönjük. És hány album jelent meg? Hát most tartok a 19-nél, de Erdélyben még jelentünk meg, ez, ami nem számozott albumok, még plusz 2 album. Egy Sej Hajakátfa, és a másik, nem is tudom pontosan, mi a cím. És ebből... ami csak Erdély területén jelent meg. Ja, aha, az nálunk nem. Igen. És ebből hány arany és platina van? Hát számszerűleg most meg nem mondom neked pontosan, mert talán meg kéne most számolni, mert én nem szokok így a múltra olyan téren foglalkozni, hogy mit értem el, mit nem értem el. Én mindig azt mondom, hogy nekem az aranylemez, meg a platina lemez az, amikor a közönség a színpad előtt megtapsolja, vagy tetszését fejezi ki, mert én ezzel az aranylemezet, mivel, hogy mondjam, nagyon jó érzés, amikor elér egy olyan határt az ember, mert akkor tudom azt, hogy jól sikerült, meg bizalommal vannak az emberek iránt, hogy megvásárolták azt a lemezt, de én ott a színpad előtt tartom a döntőt, mindig ott a zsűri. Az dönti el, hogy tetszett vagy nem tetszett, jót csináltam vagy nem jót csináltam. Így igaz, így igaz. Többször volt már úgy, hogy kolléga azt mondta, hú, te most azt hiszem beletaláltam, nagyon jó nótát írtam, és nem akartam vitatkozni soha ezekkel az emberekkel, hogy ezt nem mi döntjük el. Biztos, hogy van egy érzés az emberben, amikor úgy érzed, hogy na hát talán sikerült egy olyan gondolatot, vagy egy olyan mondatot leírnom, ami esetleg megfog egy-két embert. De én azt mondom, hogy azt mindig a közönség dönti el, hogy milyen dalt sikerült írnod. Így igaz. Volt olyan dal, hogy azt hitted, hogy hú, ez nagyon ott lesz, és nem úgy jött le a hallgatók, nem úgy rajongtak érte. Volt, amire nem gondoltál, hogy sikeres lesz, és az lett sikeres. Nem, úgy nem voltam soha, hogy azt mondom, hogy hú, ez aztán most aztán ezzel estem meg a sláger. Soha nem indultam így neki, soha. Én mindig így félszer vagyok, amikor megérök egy lemezanyagot, akkor ezt átkeverem többször, áthallgatom többször, és akkor van úgy, hogy újra átírom a szövegét, átírom a dallamát, és akkor visszakerül, dolgozok vele, mit tudom, egy hetet, 3-4 nótával, aztán visszakerülök, hogy olyan oda, ahol én elindultam. Mert meghallgattatom azért olyan emberekkel, nem bájtülő emberekkel, hanem aki így a közönség, akinek a szabára hallgatok, és azt mondja, figyelj, ez a verzió, ez a jó. És akkor az fog fölkerülni a lemezre. Nehéz volt az út? Rögös volt erre a szintre eljutni?
Nézd, én azt mondom, hogy kaptam lehetőségeket, amiket ki tudtam volna használni, könnyebben jutottam volna el a célig, de lehet, hogy nagy fizetség árán. Uh-huh. Mármint a függetlenségem árán, gondolom én, és ez árán. És én úgy érzem, hogy a jó Isten nekem ebben nagy segítséget adott, és köszönöm a Teremtőnek, hogy ez így történt, mert én nem panaszkodom, én úgy érzem, mindent elértem, amit akartam, és soha nem akartam pár lenni, meg ilyesmi, nem, Isten mentse, hanem pár boldog percet nyújtani egy-egy embernek, aki meghallgat egy dalt, és azt mondom, hogy vigasztalál, vagy mit a bánatot elűzöm a szívéből, akkor már megérte. Így igaz. Bende Melinda írja itt nekünk a Facebook oldalon, hogy nagyon szép dalok vannak Erdélyről. A Bús, Erdélyi Nóta. Ez honnan jött ez az ihlet? Hát képzeld, én mindig az Emberek a Havason című film a kedvenc, egyik Erdélyről szóló kedvenc filmem, és többször megnéztem, és soha nem jártam Erdélybe, és úgy jöttem meg a három dalt is, azt hiszem, hogy a képzelet szüleménye és az, amit a filmen láttam. És ha külföldön jártam a tengeren túl, vagy Ausztrália, Amerika, mindig, amikor erdélyi emberek jöttek oda, és azt mondják, hogy földin. Hát mondom, hogy szeretnék földi lenni, mert tényleg imádom Erdélyt, egy olyan energiával rendelkező földrész szerintem, vagy ország, amit nem tudok kifejezést találni. Most föltöltődik az ember. És mondtam, hogy kár, hogy nem vagyunk földiek, mert tényleg itt szerettem volna. Vagy lehet, hogy ez előző életünkben oképpen, nem tudom. De valami úgy érzem, köt oda. A rajongó táborod óriási. Van olyan rajongóból barát lett? A legjobb barát? Van olyan személy? Hát nekem minden rajongó a barátom, mert én ugyanúgy fogok bele bárkivel kezet, mert aki engem megtisztel ott, hogy eljön az előadásomra, az úgy érzem, hogy a barátom is. Őnek fogok énekelni egyedül, holott vannak több százan, vagy több ezren, de én úgy érzem, minden ember egyforma, és az engem megtisztelt, én is megtisztelem azzal, hogy megpróbálom a maximálisat nyújtani. Úgyhogy vannak, akik elkísérnek majdnem minden egyes fellépésre, vannak ilyen nagyon közeli rajongóim, igen, és köszönöm nekik, hogy ezt megteszik, értem. Én meg kétszer találkoztam veled. Van is fotónk, egyszer Szombathelyen, tavaly előtt, egy Pertú parti felvételen, és még az évben tavaly előtt itt voltál Szilvásváradon, egy augusztus 20-a körül. Igen. És az nagyon emlékezetes, igen, Szilvásvárad. Nagyon-nagyon későn jöttetek, vagyis úgy este 10-kor kezdődött az egész műsor, igen. Is, és te éjfél tájba kiszálltál kocsiból, vidáman, fitten, mosolygósan. Honnan van ennyi energiád? Úgy vagyok, ezt komolyan mondom, bármilyen problémám van, így most nem komolyabb betegségre gondolok, hanem egy rekedtség, egy torokgyulladás, egy derékbecsipődés, vagy bármi. Becsület számomra, ha én a színpad közelében vagyok, ott olyan energiák van, abban pillanatban elmúlik minden. Volt olyan, hogy én nagyon elítélem a playbacket, mert az emberek becsapásának tartom, de volt egyszer egy olyan szituációm, hogy kellett, hogy készítsek az alapokat, ugye viszem egy lejátszón, és akkor én erre ráénekelek. És akkor kellett készítenem egy olyan lemezt, mondtam, hogy nem tehetem előtte egy nappal, azt hiszem szombaton volt a fellépés, és még megvártam a szombat reggelt, hogy mondtam, hogy alakul a torkom, borzasztóan rossz hangom volt, mondtam, hát most nem tudom, mit csináljak. És megcsináltam egy ilyen lemezt, amin rajt volt az ének is. Odaértünk a fellépésre, és mondtam a feleségem, az évvel, mondtam, én nekem nincs lelki erőm ahhoz, hogy én becsapjam itt az embereket, fölmentem a színpadra, mondtam, elnézést kérek, eddig sem voltam egy nagy kamzó, de hát most sajnos egy ilyen problémával küzdködöm, és nézzék el nekem, hogy most egy ilyen rekett hangon fogok énekelni, meg esetleg hamiskáson, mert most ez van.
És tudod, egy olyan reakció jött akkor, hogy megtapsoltak, és én akkor megfogadtam, hogy soha, ha a hangom elmenne, és hogy mutogatnám el az egészet, akkor csinálnám, hogy becsapjam az embereket. A zene gyógyít, látod? Így van. Én meg a közönség is. Én azt mondom, hogy az energiát próbálok oda leadni, azt többszörösen visszakapom a közönségtől. És meggyógyít az, ami visszajön. A te dalaidat a 3 évestől a 99-100 évesig mindenki fújja. Ezt hát, színpadon netán mondjuk eltévesztenéd a dalt, vagy mit nem is tudom, vagy megállná egy kicsit, a közönség énekelni helyetted. Ez így van. Sőt, volt olyan, kérlek szépen, ha megengedi még azt elmesem, hogy nem is tudom már, mert melyik dal volt, hogy valahogy átköltöttem én közben a szövegét, így az élő előadásokon, és jön egy hölgy, azt mondja nekem, hát kedves művész úr, az nem így van. Miért így tetszik énekelni, azt mondja, át lesz formába. És nem is szóltam rá semmit, mert hát mondom, nem tudtam, hogy mire gondol. Hazajöttem, és meghallgattam, hogy te vagy jó Isten, az a félnek, hogy más mondat van ott. És jól esett az, hogy az a közönségből valaki annyira figyel, hogy igen, és hogy én ott más mondatot énekelek, mint ami oda volt írva a lemezen. Odafigyelnek, látod? Így van, igen. Melyik ország volt a legmesszebb Magyarországtól, ahol elmentél fellépni? Hát Ausztrália az a legmesszebb, ahol voltam. És kint élő magyarokhoz mentél? Igen. Hát most már 5. alkalommal voltam kint Ausztráliában. Na, az jó volt, körülök, gratulálok. Úgyhogy ott köszönöm szépen, ott is nagyon sok barát van már Ausztráliában, csak ott is az a baj, hogy ugye az idő eljárt, annó 15 évvel ezelőtt, mikor kint voltam először, azok az emberek is már idősebbek, nehezebben mozognak, nehezebben mozdulnak ki otthonról, és sajnos ott is fogja az a közönség, aki eljár a magyar estekre. Van-e olyan saját dalod, hát tudom, hogy mind a te gyereked, ami a kedvenced? Amit soha ki nem hagynál egy fellépésen se. Hát az a dal, a Bocsáss meg kérlek című nóta, az tényleg egy olyan nóta, amit az köt, anno a Báridóba ez a dal ment le, akkor 3 perc, 40 másodpercet kaptam, és az nekem szerintem az adta azt a löketet, ahogy elindultam a pályán. Akkor még föl sem tudtam fogni meg mérni azt, hogy mit jelent az a 3 perc, 40 másodperc. És azt a dalt azért a szívem csücskének tartom mindig, mert hát ez hozta az első olyan sikereket, ami a pályámat meghatározta. Akkor nézem közben, van-e olyan, ezt még majd később, melyik kedvenc dal, a Tóth Évike ugyanezt kérdezte. Kivel szoktál menni fellépésekre, kérdezi Újvári Pálné Marika. Már hogy személyzetre gondolsz? Nem tudom, hogy gondolja a Marika. Hát, gondolom. Előbb ugye hordtam táncos lányokat, két táncos lányt, aki háttértáncos volt. Hát közben a lányom volt az egyik táncos, és azt mondja, hát apa, én kiöregettem ebből már, és akkor elmaradtak itt szépen a lányok. A feleségem, ő a mindenesen, ő a menedzserem, a technikusom, a könyvben, mindenféle ő. Ővel szokok járni fellépésre. Minden sikeres ember mellett van egy sikeres asszony. Ezt tartom, ez teljes egészében igaz, így van, igen. Most, hogy említetted, hogy van egy lányod, a lányod nem kacsingat úgy a zene felé? Nem szeretne énekelni, vagy nem akart sose, vagy nem egy duettet nem énekeltetek soha? Nem, hát ők úgy voltak, hogy én a magamból kiindulva azt nem erőltettem, csak én ilyen javaslatként meg próbáltam afele terelni őket, a gyerekeimet, hogy a zeneiskolát végezzék el, mert most soha nem lehet tudni, hogy mikor veszik elő ezt a tudást. És a lányom levizsgázott, hazajött, lefordította a zongora fedelét, és mondta, apa, megvan a kérésed, és innét, hogy ő nem zongorázott.
Sós Irénke írja, hogy Útszélén keresztfák című dalát mikor írta. Gyönyörű a dal, nem véletlen, hogy a szlovének a rádiójában vasárnap 7 és 9 között sokan kérik ezt a dalt. Hát ennek a dalnak is, minden egy dalnak van egy-egy története sajnos. Egy erdélyi család, akik barátom és polgármester az édesapa, kaptunk egy fellépés alatt egy SMS-t, ez nem tudom, 4-5 éve volt, hogy a Csabának meghalt a fia, egy 18 éves fiatalember, aki autóbalesetben elhunyt, és ott fogalmazódott meg végeinkben ennek a fiatalembernek az emlékére jöttem én ezt a dalt. Uh-huh. Nyugodjon békében. A Csaba. Igen. És akkor megyek is tovább a következő kérdésem. Szinte az összes dalaidat énekli több előadó. Volt már olyan, hogy zavart, idézőjelbe idegesített, ahogy előadták? Hát jó, hogy ezt a kérdést így föltetted, mert hát vannak olyan esetek, ami tényleg nem tetszését fejezi ki az ember ilyenkor, hogy rajt van még az eredeti ének is úgy jár bele föllépni, meg hát most itt én a jogi oldalára mennék egy kicsit, hogy ugye a magyar szerzői jogtörvény azt mondja, hogy a közreadott mű, ami már megjelent a CD-n vagy kazettán vagy bármilyen hanghordozón, felhasználható eredeti formájába jogi fizetés ellenében. Na már most ugye ezt a kollégáim, akik használják ezeket a dalokat, ugye annyi lenne a dolga, hogy amikor ugye szemének egy rendezvényen, csak beírja a címlistára, hogy mit tudom én, polgármester, arra kérem, és őnek ezért nem kell fizetni, mert a rendezvényről mindenhogy kell, hogy fizessen a rendező egy bizonyos jogdíjat. Csak hát itt a felosztásnál lenne ennek jelentősége, hogy akkor nem azt kapná a jogdíjat, aki esetleg arra nem is jogosult, hanem megkapná az, akinek a neve ott szerepel és elhangzott a dala. Na most ezt én többször fölvetettem már, tehát a kollégáktól ezt elvárná az ember, hogy akinek használják a dalát, és annó az a kollégám pénzt keres vele, akkor hát ennyi tiszteletet megilletne az ember, hogy csak beírja. Nem kell érte fizetni, csak beírja. Igen. Hát sajnos ezek a dolgok nem történnek meg. Így igaz, egyetértek veled, mert nem tisztességes más bőrén meggazdagodni, és annyi csak, hogy le kéne írni, és ennyi. Ahogy el is mondtad. A fellépési ruháidat magad választod, vagy van segítőd? Hát a feleségem az, aki ebben nagy segítséget ad. És melyik a kedvenc fellépő ruhád? Hát nincs kedvencem. Én beállok a szekrény elé, és akkor az, és akkor kiválasztom, hogy melyik legyen a mai napra, akár hány, mit tűnt, általában úgy szokom, hogy hány fellépés, annyit fajta ruhát elviszek azért. De maga a márka hűség is, mert én a Mondót használom, és nagyon szeretem ezt a márkát, ennyi, semmi más. És közben benne Melinda megtalálta valahol, egy nem tudom mikori bejegyzés ez, 14 arany és 10 platina lemez. Hát köszönöm szépen, hogy utána nézett, mert én számszerűleg becsületve arra nem nézek. Én nem vagyok egy nagy számítógépet, én a számítógépet arra használom, hogy a stúdióban, amit nekem kell a stúdió programokra, de én nem vagyok internetbubár, meg ilyesmi, úgyhogy én nem, különösebben nem foglalkozom bele, mert én nekem akkor nagyon elvinni az időmet. Hát igen. Ismerős eset, hogyha az ember leül a számítógépet. Hát ugye az, hogy nagyon sok minden információhoz hozzájut az ember, igen, az interneten csak oda is lehet ragadni, és akkor azt veszem én, hogy új fél napot eltöltöttem itt, és akkor mondom, mi lesz a muzsikával. Például szabadidőbe, vagy nem is szabadidőbe, hanem autóba utazol, milyen zenét szoktál hallgatni? Én be szokom kapcsolni a rádiót, és akkor én minden edő vagyok, bármit szívesen hallgatok. Nincs kötött dolog. Én nagyon szeretem a Demi-t hallgatni. Szép is. Az olyan nem fordult még meg a fejedbe, hogy például, hogy kipróbáld magad rockba is?
Hát, hogy mondjam neked, annó a bulikba, amikor még a falusi vállalat és egyik bulikat csináltuk, akkor ki kellett, hogy próbálja az ember magát, mert akkor el kellett énekelni a 2 forintos tartól, elkezdve a csapat fel a szőnyeget, bármit. De akkor még ugye más volt, de most, hogy én nekiállnék, mert azért be vagyok skatujázva ide, és akkor lehet, hogy furcsán bennék az emberek, hogy én most nekiállnám 2 forintostól énekelni. Közben jött még egy kérdés, Újvári Pálné Marika, szeretnék kérdezni, hogy kb. 6-7 éve találkoztunk és fotózkodtunk Cseréfaluba, Tilinger Attilával léptetek fel, és olyan buli volt, hogy soha nem felejtem el. Kérdésem, lesz-e még arra fele buli az idén? Cseréfaluba? Igen. Nagyon emlékszem, egy kamion platón volt az idén a színpad. Úgyhogy emlékszem nagyon arra fellépésre. Hát nem tudom, hogyha hívnak én mindenhova, szíves törömest megyek és eleget ezek minden felkérésnek, hogyha tőlem telik, úgyhogy ha hívnak, én fogok menni Cseréfaluba is. Kovácsné Marika kérdezi Szombathelyről, hogy hol lesz a legközelebbi fellépés, ahol találkozhatnak a hallgatók? Hát én pénteken hogy hívjákra megyek, Zalaegerszegen a Vándorvigadóba egy 3 blokkos éjszakai ilyen mulatozásra, úgyhogy szeretettel várom oda, és szombaton Tűrjére megyek, úgyhogy ez a 2 helyszín van, ami a legközelebbi időpont. Van-e olyan élményed színpadi fellépés során, ami olyan történt veled, ugye előbb meséltél is egyet, ami örök emlék? Hát, megmondom őszintén, nekem nagyon sok olyan fellépés van, ami itt él az emlékembe, ami kirívótól gondolsz. Igen. Valami sztori? Nem szokott vele, mert én megmondom őszintén, óriásira föl szokok készülni, én már áthangolódok, átszellemülök, én már szombaton reggelén velem nem lehet beszélni, mert én már akkor nem ott vagyok. És szoktál izgulni? Akkor izgulsz is egy kicsit. Így van, ahogy mondod. Mondják, hogy izgul, igen, izgulok. Nem attól izgulok, tudod, hogy jaj, most elfelejtem, vagy nem tudom, persze, vagy mit a szöveget. Nem ettől, hanem egy ilyen egészséges, tudod, ilyen drug van az emberben, várom, és hogy bizsereg mindenet. Hát én nekem azért a nyaralás, az el sem tudom képzelni, hogy én elmegyek nyaralni, és akkor egy hét ott fekszek a homokba, és akkor nézem a napot. Nem, én nekem az életem ez, hogy én muzsikálni tudjak, én nem érezném ott jól magam. Várható-e 2015-re új album? Őszinte vagyok, kész van az albumom teljes egészében, úgyhogy nem tudom még itt a kiadási feltételek, meg egyéb, hogy alakul itt az országban ez a helyzet, attól is függ. Az anyagom az kész van. És valami nagy terv erre az évre? Különösebb nagy tervem nincs. Én nem tervezek úgy előre semmit. Az élet hozza maga szerintem azokat a dolgokat, amit el kell, hogy fogadjunk is. Csak próbál az ember a jótól haladni. Vagyis én azt tartom, hogy a jóton kell haladni. Így igaz. És Újvári Pálné Marikától kaptunk még egy üzenetet, ha jól értesültem, Bogácson is lesz fellépése, remélem találkozunk, augusztus 15-ő úgy hallotta. Hát én most így előre nem tudom a programom, mert feleségem koordinálja a dolgokat, úgyhogy hát ha be van írva, akkor biztosan ott leszünk, és szeretettel várom, és akkor találkozni fogunk. Mende Melinda kérdése, van-e kedvenc nótája? Mármint nem sajátra gondol. Milyen nóta? Magyar nótára gondol? Igen. Hát szeretem a magyar nótákat is, mert mind értékes, megtartom, főleg szövegileg óriási. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Nagyon szép. És van-e olyan előadó, akire felnézel? Még a következő kérdése Bende Melindának. Hát a munkásságára én gondolja, hogy én nekem Demjén Ferenc az, akit a több Brody, Szörényi, mindenkit nagyon nagy tisztelettel vagyok, minden egyes ilyen nagy művész iránt, de én nem tudom, valahogy a Demjén ő, aki így
akit többet hallgatok, szeretek hallgatni. Én is szeretem őt. Ő dalain nőttem föl, azt kell mondanom, a 70-es években. Igen, és a mai napig egy óriási előadónak tartom, és a tehetem minden egyes koncertjére elmegyek. Ott voltam most a Budapest Arénában, és hát fantasztikus, micsoda bulit csinált. És tisztelem ezeket az embereket, hogy ennyi idős fejjel kiáll a színpadra, és hiba nélkül, profin úgy énekli le, hogy azt lemezre lehet venni azonnal. Fantasztikus teljesítmény. Igazából nem készültem fel, akartam valamit keresni itthon a szekrényembe, hogy régi a kazettás korszak, az a 80-as évek, igaz? 80-90-es eleje. Emlékszek rá, amikor gyerek voltam, a piac mellett laktunk olyan körülbelül 100 méterre, és akkor jöttek szombaton a kazettások, hangosan szólt kacordal, kadlót karcsi, lagzilajcsi, és mi minden szombaton vártuk, hogy szombat legyen, és vegyünk egy kazettát, és meg akartam nézni, hogy mit is vásároltunk annak idején tőled, de elfelejtettem ezt a mai nap folyamán utána nézni. Jaj, de jó, hogy megemlítetted tényleg, hát azok volt azok az igazi olyan idők, mert én emlékszem, hogy a kazettás néni kint volt a piacon, egy ismerős, és akkor mondja, hogy persze, hogy veszik a kazetták, nem csak az ennyi, hanem másét is, hogy persze. Rakja bele az úriember, azt mondja, hogy reklám, kérdezte, hogy meg se hallgatja, hogy mi van rajta. Nem, azt mondja, ami nem jó, az majd beledugom a szemétbe. Hogy akkor így vettek kazetták, hogy könnyű volt. Most ugye már nehezebb, aki megérhetési gondokkal küzd, az nem épp egy 3000 forintos kazett, vagy CD-t fog megvenni. Ugye tönkre is ment ez a bizony, és ügyesen iparág. Ügyesen kellett menni az árushoz, hogy az ember kapjon kazettát, mert elfogyott. Igen, igen, így van, így van. Így van, sajnos az már nagyon a múlt, ugye. Hát de még mindig vannak azok az emberek, akik szeretik kézbe fogni egy dedikált lemezt, és én azt tartom, hogy ha egy olyan áron adja az ember azt a CD-t, ami még nekem is megéri, kijövök belőle, úgyhogy nem ráfizetéssel, viszont meg tudja vásárolni azt egy közepes fizetéssel rendelkező ember, akkor el tud jutni még mindig azért egy CD-t a hallgatókig. Igen, igen. És megkapta a Joker Rádió a CD-t, amit küldtetek, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát hallgassátok és hallgassátok egészséggel. És közben Dobszai Tamásné is írja, hogy jó az info Bogácson augusztusban, úgyhogy akkor örülünk neki. Ó, fantasztikus, akkor Bogácson találkozni fogunk. Akkor én is megyek. Jó, hogy szeretettel nem messze van Ósztól. Szoktál-e tévézni? Hát nem nagyon. Nincs időm, mert néha, amikor egy-egy ilyen politikai esemény van, mint például tegnap, hogy a Putyin elnök úr így volt, azt megnézem, hogy nehogy lemaradjak valami fontosról, de különösebben nem nagyon. Milyen típusú vagy, babonás? Nem hiszem, hogy babonás vagyok. Én inkább ugye az ezotéria dolgaiba hiszek, a spirituális dolgokat szeretem, olvasgatok könyveket, de nem babonás, nem. Nem vagyok babonás. Tóth Évike kérdezi. Most arra gondolsz, már bocsánat, hogy mit átmegy a fekete macska, azt akkor várok, hogy még nem jön valaki. Ugye nem, ilyen nem vagyok. Nem? Nem. Én sem, mondjuk én sem. Tóth Évike kérdezi, hogy van-e kedvenc étele, amit nagyon szeret? Hát imádom a paprikás krumplit. Úgynevezett pincepörtölt. Finom is. Szeretem főzni, megmondom őszintén, nem vagyok egy nagy konyhatündér, de a skin bográcsban azt mondják így a barátok, akiket meg szokok kínálni, hogy az egyedi megint csak. Na. De tudod, hogy megragva sonka, kolbász, mindenfélét belevalót, nem egy ilyen sima krumplit csak, hanem a benn van minden, amelyek benn kell lenni. Hát biztos, hogy finom lehet. Egyszer csinálunk egy jokeros bulit, és te fogod ezt nekünk megfőzni. Jó, komolyan, vállalom. Köszönjük szépen. Nagyon nagy szeretet, komolyan. Szoktál-e sportolni?
Jújjúj, ez egy beszélyes dolog, igen. Hát kérlek szépen, karácsony másnapján múlt egy éve, hogy elmentem focizni. Na, aztán érzem is még mindig a térdemet, úgyhogy sajnos azt hiszem, azt abba hagytam. De hát kellene futni, mert itt akik kollégák mondják, hogy sportolnak és futnak, épp a Tilinger Attilával beszélgettem, mondja, hogy Margit szigeten futkázik, és milyen jó. Hát én is, hál' Isten, elég nagy területen van itt telkem, úgyhogy ha körbe futnám, akkor 500 méter is simán lehet. Nem tudom miért nem, egyszerűen nem értem, hogy nem fáj, pedig aztán mégse csinálja az ember, pedig kellene. Igen, egy kis mozgás, főleg ha sok időt eltöltesz a stúdióba. Ne is mondd, igen, ez az ülés meg minden, ugye tényleg a mozgás hiány. Ha ott nem, akkor meg az autóba ül az ember, és tényleg szükség lenne rá, és kellene. De rá fogom akárhogy magam most szedni, tényleg eltökéltem az idén, hogy kijön egy kicsit a tapaszt, és neki állok én is futni. Kell is egy kis mozgás. Vagy biciklizés? Parancsolsz? Biciklizni. Kerékpározás. Ja, tényleg, igazad van, azt szoktam, igen, azt szoktam. Igen. Nagyon jó a videóklip, a kerékpáros videóklip, a polgármestere, igaz, igen, a polgármesteres, igen. Azt hiszem. Igen. Nagyon-nagyon jó. Köszönöm szépen. Újvári Pálné, Marika kérdezi, hogy van-e arra idő, hogy nyáron nem nyaralni, kirándulni, el tudtok-e menni a családdal? Hát egy-egy ilyen hétközbeni dolgot szoktunk betelni, és nem is nyaralás ez, hanem nem is, nem tudom minek nevezni, mert ugye a nyaralás ez egy kicsit azért hosszabb. Kiruccanás. Igen, ez a helyes kifejezés, igen, egy kis kiruccanást, azt szoktuk csinálni, igen. De én már pénteken itthon vagyok, ugye pénteken reggel, mert, vagy csütörtökön este, mert nekem a szent dolog a hétvége. Azt tudja is a családom, és ezt maximálisan elfogadják, hogy nekem a hétvége az a szent dolog. És van kedvenc helyed Magyarországon? Hát én az egész országot nagyon szeretem, mert egy csodaszép, egy gyönyörűség az egész. Én kint voltunk Ausztráliában, igen, és akkor azt hiszem Melbourne-ben, nem tudom már melyik hídon mentünk át, és mondja ott ezt nézd meg, ezt a hidat, a világ legszebb hídja. Ám mondom, mutatnék neked én ennél sokkal, de sokkal szebbet, mondom, Budapesten, nem is egyet. Többet, mert a világ legszebb hídja ott van, meg a legszebb városa. A világnak Budapest. Én nagyon szeretem az országunkat. Szép is. Szép is. És bármerre mész, az mind tényleg csodálatos. Az Alföld, az északi középegység, az alaidomság, minden. Igen. Voltam Mázalában egy párszor. De a tél, nálatok tél volt, ha jól tudom, volt hó. Volt egy kicsike, de nem nagy. Nem nagy? Nincs már nyoma sincs már, igen. Minket került itt Borsodba. Úgyhogy... Voltam arra föllépni is, úgyhogy nem, meg Budapesten is tanyázom elég sokat, úgyhogy arra felese. Ennek szerintem inkább egy kicsit föl volt fújva itt az alai részen is, mert nem volt akkora veszély, amekkorát itt még több milyen riasztás volt, sárga, meg piros, meg igen. Nem tudom már milyen. Akkor csak felfújták ezt a riasztásokat. Így van, igen, igen. Merre voltál Borsodba? Kazincbarcika. Jaj, ne. Nem tudtam róla. Mert Ósztól az 30 kilométer. Igen, de egy céges rendezvényen voltam, ja, úgyhogy egy ilyen céges buli volt az. Ja, azért nem volt az interneten, mert zárt körül. Aha, akkor azért dolog nem volt, láttam. Igen. A kerti munkával hogy állsz? Szoktál kertészkedni? Hát van egy nagyon pici kis konyhakertem, de nagyon picit képzelj el. És abban van egy nagyon kedves barátom, Bát Monostori, aki mindig ad nekem paprika palántot, és akkor azt leültetem meg paradicsomot, és akkor azt gondozgatom. És akkor ő már régen szed a paprikáról, meg hoz nekem, mire az annyi még csak virágzik. De ő ugye ért hozzá, meg ő fóliába csinálja. Én csak tényleg kettelésből csinálom, meg szórakozásból. És akkor füvet nyírni szeretek, imádom a fűnyírást.
Dombos? Aztán el is telik a nyár ezzel, ugye, mert főleg most, amilyen volt az idén, hogy nagyon sok est, majdnem minden héten kellett hüvet nyírni. Én nem szeretek hüvet nyírni, mert nálunk dombos a kert, nálatok. Nem olyan nagy domb van, ilyen enyhe, úgyhogy nem veszélyes. Ez nem veszélyes. És akkor még a hallgatókat kérdezem, hogy kinek van kérdése. És van-e kedvenc házi állat? Van-e otthon házi állat? Ajaj, van egy aranyos szép cicám, igen. Maldőrnek hívják. Na. Úgyhogy feleségem tett is, aztán fölképet már róla a Facebookra, úgyhogy ő egy nagyon aranyos és okos állat. Ő a barátom, hogy reggel, amikor kimegyek, akkor őt megetetem, megfésülöm, úgyhogy akkor egymást elcirulhatjuk egy kicsit, aztán ez a reggeli program. Kutyus nincsen? Volt egy kutyusom, és ő 16 éves korában elment, és őszintén akkor én megfogadtam, hogy én azt még egyszer nem akarom átélni, tudom, hogy nem egy jó dolog így, de akkor nagyon fájt tőle megválni, nekem barátom volt. És akkor úgy döntöttem, hogy én nem kutyust nem akarok. Meg hát tudod, a kutyus több gond van, mert így azért a cicának van egy ajtaja, amint kibe járkál itt a fazánházba, oda van neki rakva a kajája, ő ellátja magát, amikor több napra elmegy az ember. Kutyus az már egy kicsit bonyolultabb lenne szerintem. Hát igen. Aztán ebből a dologból kifolyólag sem vállaltam én kutyust, mert vagy gondozza az ember normálisan, vagy inkább ne legyen állat, ne, hogy már ő esetleg hiány szenvedjen valamiben. Te a pecázással hogy vagy? Nagyon sok előadóval beszéltem már, és nagyon sok mondta nekem a pecázás, hogy szeretnek, imádnak pecázni. Hát biztos, hogy egy nagyon jó dolog, csak hát kérdezlek is, hogy mikor. Ja, hát igen. Mondjuk mikor, én nem... Hát az egy időigényes sport, mert hogy van, hogy oda megyek, és akkor tudom, fél órán belül majd kapásom lesz, akkor lehet, hogy érdekelne. Hát, mondjuk én nem bírnám azt, tehát ott ülni és várni, hogy mikor van kapás, hát az szerintem egy idegtépő dolog lehet. Hát valahogy én is így vagyok, mert azt mondja, jó, addig már muzsikálhattam volna egyet, és most akkor így várok a semmire. Tudod, én is ebből kifolyólag nem, valahogy nem áll közel hozzám a horgászat. Van-e olyan, amiről nem beszéltünk, és el szeretnéd mondani a hallgatóknak? Hát, így most hirtelen nem is tudom. Hát talán annyi, hogy szeretettel várok mindenkit majd a fellépésénkre, és hogyha kérdésünk van, tegyék föl, nyugodtan. Bella Tuboy egy közös fotót tett ki, és azt kérdezi, hogy mennyi idő alatt írsz meg egy dalszöveget? Mivel sok van, gondolom, hogy könnyen írja. Hát van úgy, hogy pikpakra jön, meg van úgy, hogy 2 hét vagy félre rakom, mert nem tudok bele mit kezdeni, meg van egy-egy mondat belőle, aztán nem tudom fejezni, és akkor lehet, hogy majd 2 év múlva lesz belőle valami, úgyhogy van ilyen jótok, ilyen lefűzött dossziéba lefűzött ilyen gondolatok, és akkor valamit ugyanakkor előveszem, átforgatom, ó, mondom, ez egy jó gondolat volt akkor, és most tudom folytatni. Úgyhogy ez időben nem tudom behatárolni, hogy mennyi idő alatt lehet megírni. Az biztos, hogy úgy nem lehet megírni egy dalt, hogy most fogom, leülök, és na most dalt írunk, mert abból nem sül ki jó, mert már voltam ebben, és megtanultam, hogy ha odaülök, hogy akarok írni egyet, akkor biztos 3 napig ott ültem, aztán nem lesz az semmi. Uh-huh. És mennyi volt a legtöbb idő, hogy elkészült? Egy dal? Igen, egy dal. Hát volt úgy, hogy 4 óra alatt meg volt egy nóta, meg volt úgy, hogy 2 vagy 3 hét alatt sem készült el. Melyik a nehezebb? Szöveget írni, vagy hangszerelni? Hát én a zenét, a szöveget együtt írom. Ja, de én főként a,
a mondani valót az nagyon fontosnak tartom, hogy egy dalnak legyen mondani való, a szöveg az nálam domináns, mert én azt mondom, hogy nincs mondani valója valaminek, hanem lalázunk, meg hoppogunk, meg ezért, hát az micsoda. Úgy lehet írni több tíz nótát hetente, hogy nincs szövege, hanem hopp, na most ez érdekes. Igen. Megfogja az embereket belőle? Nem tudom. Szóval lehet, hogy én látom rosszul. Nem, szerintem igazad van. Annak legyen egy mondani valója, hogy én például azt tartom, hogy ha egy nekem elmesél valaki egy történetet, lehet az egy, például a betestem a hajam. Elmeséltek egy történetet nekem erről, hogy megszöktette a szőkehegyet a cigány fiú, és ebből nekem lett egy dalom, mert mondtam, ez hogy lehet a nótába, és ez csak kialakult egy nóta, és ez egy ötletet adott az, hogy mi legyen az. Most elmesélsz nekem valamit az életedből, és az ember próbál azonosulni ezzel, és abból biztos, hogy fakad egy nóta. Például pont van egy kérdés is, Denészki Zsóka kérdezi, a dalok szólnak valakiről, vagy csak éppen eszedbe jut valami, és azonnal le is írod? Van olyan, igen, hogy eszembe jut, és akkor azonnal leírom, de van úgy, hogy egy-egy, mint például ott a útszélén keresztve, amikor egy élet, akkor lehetőséget kell, hogy leírjak, mert ki kell, hogy írjam magamba. És az édesapás dal, az kinek szólt? Az édesapás? Van egy olyan dal, hogy édesapa? Halló? Itt vagyok. Itt vagy? Itt vagyok, igen. Van egy olyan dal, hogy édesapa, gyere haza? Az kinek? Igen. Kinek lett íródva? Hát csak annak is az élet adta, ugye, az is egy, az élet írta ezt az egészet. Az meg egy ilyen lenti, nem tudom, emlékszel, ez 10 éve volt, rendőrök karamboloztak egy kamionnal, és 3 rendőr ott a helyszínen, ez lentinél történt. Így most hirtelen nem. És ez a történet ott volt, hogy az egyik rendőrnek a kisfia, ő olyan rajongó volt, hogy minden egyet kívülről tudott. Komolyan mondom, ő sugornak eljöhetett volna hozzám, és mikor már elmúlt a gyász, akkor megkértem az édesanyját, hogy bennem megfogalmazódott ez a dal, hogy esetleg elénekelné ez a kisrác. És a Jocó gyönyörűen fölénekelte elsőre, szóval bementünk a stúdióba, elsőre mindenféle több sáv, egyetlen egy sávra fölénekelte a notát, és ott van, az hallható ezen a notát. Úgyhogy ennek is az apropója sajnos ez volt, hogy akkor ő szerepel a videón is, a kisfiú. Nem ő, mert ugye hát amikor a videóklip készült, akkor már ő már nagy gyerek lett, ő már 18 éves fiú. És ugye a hitelesség miatt egy kisfiú kellett oda. Ja, értem. Újvári Pálné Marika kérdezi, hogy van-e más foglalkozásod a zenén kívül? Hát az én végzettségem az elektroműszerész, dolgoztam is a szakmában, és akkor, amikor el kellett dönteni, hogy melyik úton haladjon az ember, akkor a zene mellett döntöttem, de úgy érzem, hogy jó döntés volt. Ha újból lehetne kezdeni, másképp csinálnál valamit? Nagyon kérdezni, most kézzel leírtam egy dalt, amíg ezt nem kezdhetném az életem, egy-két dolgot másképp tennék, azt hiszem. Ez a nóta, de nem tenném másképp. Én nagyon meg vagyok elégedve az életemmel, és tényleg hálát adok a Teremtőnek, hogy én ezt kaptam, és hogy így élhetem az életem. És ha lenne 3 kívánság, mit kívánnál? Legalább egyet? Ugyanolyan boldog tudjak lenni egészségben, mint ahogyan most vagyok, és a családom is, mindenki körülöttem. A rajongóktól elkezdve mindenki. Akkor kívánom, hogy így legyen. Hát köszönöm szépen, és viszont kívánom nektek is ugyanezt. Köszönjük szépen.
És van még egy kérdés. Csorba István Csoresz, nem tudom, hogy őt ismered, de műsorvezető kollégám itt a Joker rádióba, és ő is zenész. Igen. És azt kérdezi, hogy zenészként és szerzőként melyik nótája a kedvence? Már mind nekem? Igen. Hát amit mondtam, hogy biztos a Dáridó miatt, hogy az első sikereimet ennek a dalnak köszönhetően, én a Bocsáss meg kérlek című dalt kötődöm ehhez a nótához olyan tére, hogy nem csak mert én írtam, hanem azért, mert ez olyan emlékek kötnek, hogy az első sikerek, és biztos, hogy ez miatt is. Uh-huh. Igen, beszélgetés elején erről beszéltünk, csak biztos, hogy nem volt itt. Volt neked egy tévéműsorod is, a Kis Fröccs vagy Nagy vagy milyen, valamilyen Fröccs a neve? Nem, nem volt nekem, ez tévhit volt, meg tév, hogy ilyen pletykaszerű valami volt, nem az én műsorom volt az. A Muzsika TV, van egy Nagy Fröccs című műsor, de az nekem nincs, én csak fölkonfokat vettek föl velünk, úgyhogy minden előadó valaki ott szerepelt, nem az én műsorom. Ja, értem. Akkor lehet, hogy a kedves hallgató csak téged látott akkor, és akkor azért gondolta. Igen, igen, és biztos, hogy itt tévedt meg, hogy én kontrolláltam fel akkor a műsort, hogy abból gondoltam, hogy az enyém. Fábián Ibolya kérdezi, hogy milyen zenei csatornán vagy látható akkor? A Muzsika TV-n vagyok látható, meg az RTL Klubon néha-néha. Igen, ott is indult egy zenei műsor, azt hiszem. Vasárnaponként van, vagy azt hiszem, nem tudom, nem vagyok benne biztos. Igen. Újvári Pálné Marika kérdése, van-e még olyan, amit nem ért el eddig, és szeretné, ha meg lenne? Nem. Én meg vagyok elégedve az életem. Én ha ezt megkapom a sorstól, én nem akarom meg. És még egy kérdés Fábián Ibolyától. Mi a kedvenc autómárkád? Hát én egy kicsit a Mercedeshez vagyok, nem tudom miért. Szép autó. Azért, mert szép autó. Meg szeretem tényleg. Meg biztonságos? Igen, igen. Szép autó. És nem is látottak. Hát kiszámoltuk, én hétvégén többet vagyok az autóban, mint a házban, úgyhogy a fél életemet én az autóba töltöm. Úgyhogy amikor ugye én elindulok esetleg az alához, elmegyek a nyírségbe, én akkor 5 órát ülök egyfolytában egységgel az autóban azért. És ugye a visszafele szintén 5 óra. Hát igen. Úgyhogy 10 óra autózás egy... Mert az fárasztó. Tessék? Már az fárasztó. Hát azért mondom, hogy kell egy olyan autó, de tényleg kényelmesebb, és úgy száll ki az ember, nem ugye esek ki belőle. És nem látok több kérdés, és egy órát beszélgettünk, és a kedves hallgatók nagyon-nagyon sok mindent megtudtak rólad. És még egyszer megkérdezném, van-e még ami eszedbe jutott, és el szeretnéd mondani? Hát nem különösebben. Ha még lesz alkalmam, nagyon szívesen állok a rendelkezésre, és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Szabadon foglak, mert bizony, várunk majd vissza, és nagyon-nagyon sok új zenét akarunk, dalokat, és hát nagyon várjuk. Hát köszönöm szépen. Mondom, kéz van az anyagom, majd az interneten ilyen bemutatók is darabokat fogok benne felrakni, úgyhogy nem fogom kiadni belőle a hallgatókat, hogy esetleg véleményt nyilvánítsanak a dalokkal. Aztán lehet, hogy lesz olyan, ami esetleg föl se kezdve a lemezre, mert azt mondják, hogy hát ez lehet, hogy nem az. Ne úgy legyen, minden kerüljön rá. Nagyon-nagyon sok dal. Nagyon-nagyon sok dalt akarunk. Hát igyekszem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és el tudtalak rabolni egy órára. Hát én köszönöm a lehetőséget, és megtisztelő volt, hogy itt lehettem a köretekbe. És további sok sikert kívánok neked, és jó egészséget, és nem csak neked, hanem a családodnak is, Évikének is, és a gyerekeknek is. Nagyon szépen köszönöm, és ugyanezt kívánom nektek, és a hallgatóknak, mindenkinek. És köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük szépen, és akkor, ahogy ígértem, 22 óráig csak Kacor Feri dalai hallható itt a Joker Rádióba, és megyek is tovább a Pacsirta madárral. Levél az asztalon, amiben azt írta, már szeret elmegy, s nem jön többé vissza. Álmatlan éjszakát folyton visszavárom, feledni nem tudom, akárhogy próbálom. Tudd meg, hogy szeretlek, jöjj vissza, várlak, miattad nem alszom át az éjszakákat. Feledni nem tudlak, megöl a bánat, harcolok érted, nem adlak másnak. Búcsú levél az asztalon, amiben leírta, hogy a szemem ne mondja. Mióta elment, folyton visszavágyom, feledni nem tudom, akárhogy próbálom. Tudd meg, hogy szeretlek,
szakákat. Feredni nem tudnak, megöl a bánat. Harcolok érted, nem adnak másnak. Hiába, nem a
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és szép estét kívánok mindenkinek. Még mindig a Sufit halljátok 22 óráig. És még egyszer köszönjük szépen Kacor Ferinek, hogy itt volt velünk, és megismerhettük közelebbről, és várjuk vissza sok szeretettel, és ahogy a dal is mondja, iszonyú jó volt. Százszor rossz volt, átvert csúnyán. Nem lesz soha vége, esküdött az égre, s vége már. Régóta várom, hogy jöjjön az álom vissza már. Viszonyú jó volt, amikor csókolt, ahogy a karja átölelt. Azt mondta szeret, az adott nekem, hogy nem válunk soha el. Szeret, az utat nekem, hogy nem válunk soha el. Álmomban látom, karomba zárom sok éjszakát, vagy százszor rossz volt, átvert csúnyán. Nem lesz soha vége, esküdött az égre, s vége már. Régóta várom, hogy jöjjön az álom vissza már. Viszonyú jó volt, amikor csókolt, ahogy a karja átölelt. Azt mondta szeret, az adott nekem, hogy nem válunk soha el. Viszonyú jó volt, amikor csókolt, ahogy a karja átölelt. Azt mondta szeret, az adott nekem, hogy nem válunk soha el. Iszonyú jó volt a dalnak a címe, és hoztam a következő dalt, csak egy kis boldogságra vágyom. Yeah.
csak egy kis boldogságra vágyom, valahol mindig elhibázom, valahol elrontottam én. Örök vesztes, vesztes vagyok én. És hoztam a következő dalt, a következő választásom, ó, kisleány. Kis pörgős dalt hallottunk, és megyünk is tovább a folytatásba. Egy mixet hoztam nektek. Hét egy gyors vonat, őrült szerelem, és a titkoltam.
nyakatorkattog a sinen, már régen messze jár.
kacagtál. Őrült szerelem, mit tettél velem? Elrontottam miattad az egész életem. Sokszor hazudtál, sokszor becsaptál, a bánatom mindig kacagtál. Titkoltam, titkoltam, ami csak lehet, hogy ne tudja, ne tudja, ne tudja senkinek. Ki az a láb, hogy melyik láb, ki az én babám, ki az, aki szeret, ki csókol minden éjszakán. Oly tüzes a csókja, ha itt pihen a karomba, irigy lesz rám az egész világ. De nem titkolom többé tovább, tudja meg az egész világ, egy kötés szemű cigánylány a babám. De nem titkolom többé tovább, tudja meg az egész világ, egy kötés szemű cigánylány szeretet. Oly tüzes a csókja, ha itt pihen a karomba, irigy lesz rám az egész világ. De nem titkolom többé tovább, tudja meg az egész világ, egy kötés szemű cigánylány a babám. De nem titkolom többé tovább, tudja meg az egész világ, egy kötés szemű cigánylány szeretet. Egy jó kis mixet hallottunk, és akkor hoztam a következő dalt, befestem a hajam. Érte majd meghalok, betiltják tőlem a csókjait, mert roma csávó vagyok. Kísérjen el a bálba, hát hogy táncoljak véle, ha tiltják tőlem a szerelmét, mert fekete a hajam szín. Befestem a hajam, befestem szőkén, úgy kísérem szőkére, úgy kísérem el a bálba, a babám estét. Csóró roma csávó vagyok, se gatyám sem ingem, egy szőke kislány szerelme nékem mindenki nincsen. Ne bántsatok, ne bántsatok, ne bántsatok érke, hisz nem tehetek én arról, hogy fekete a hajam szín. Befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba, a babám estén. Befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba, a babám estén. Befestem
befestem a hajam volt a dalnak a címe, is hoztam a következő dalt, Hazudtak a rózsák. Kicsiny házat, kevesek egy rózsakertet, egy nyíló rózsaszálat. Azt hittem, hogy a szerelem elkísér a sírig, de a legszebb virág régen másnak nyílik. Azóta gyűlölök minden rózsaszálat, hazudtak a rózsák, hazudtak az álmok. Azóta gyűlölök minden nyíló rózsát, álmodozni mertem, szerettem egy kislányt. Keresek egy rózsakertet, benne egy rózsaszálat. Keresem a boldogságot, kergetek egy álmot. Azt hittem majd, a szerelem elkísér a sírig. Azt hittem, a legszebb virág csak én nékem nyílik. Azóta gyűlölök minden rózsaszálat, hazudtak a rózsák, hazudtak az álmok. Azóta gyűlölök minden nyíló rózsát, álmodozni mertem, szerettem egy kislányt. Rózsák volt a dalnak a címe, és itt a következő, Valahol várnak rám. Ta-da!
egy szerelem. A Joker Rádió és a mikrofonnál a Sufit halljátok, és szép estét kívánok mindenkinek, és megyek is tovább Kacor Ferit dalaival. A következő dalnak a címe a Lottó. Az útgarba, de ha megütöm a lottón a fő nyeremét,
asztal tetején. Elmegyek nyaralni Hawaii-ra, és fákat ültetek az udvarba. Hallottuk, és aki még nem adta fel a lottóját, az igyekezzen, és akkor megyünk nyaralni Hawaii-ra. Hoztam a következő dalt, a Hargitai Pásztor. Tova a szél, egy hargitai pásztor így üzen, le a völgybe, hogy nincs baj semmi sem. Kedves ének, jóit így kíván, fáj a szíve, rég nem látta már. Tova száll a hang a birceken, egy hargitai pásztor így üzen. Mondd el te, mire álmodik a lány, gondol-e rám, szeret-e még igazán? Sütd meg még azt is nekem, álmában kitölel, vár-e még rám, szeret-e még igazán? Mennék. Köszönöm szépen a hallgatóknak azt a sok-sok fotót, amit a Facebook oldalon, a Joker Rádió hivatalos oldalán betesznek Kacor Feriről. És akkor jön a nagy-nagy kedvenc dal, Muskátlis kis ablakok. Kis ablak,
A folytatásban megyünk a polgármesteri hivatalba. Szerintem már mindenki kitalálta, hogy mi következik. A dalnak a címe: Polgármester, arra kérem. Nincsen segély, de dal van, megyünk tovább. A dalnak a címe: Mondjátok meg, emberek. Megáll az ész. Hát
tele, hát mondjátok meg, mit tegyek, de félni tovább nem lehet, hogy a Kati nem engem más szeret, hát mondjátok meg, emberek, hát mondjátok meg, mit tegyek, és bocsássátok meg nekem, hogy más asszonyát szerettem. Megáll az íz. Hát mondjátok meg, emberek, hát mondjátok meg, mit tegyek, mert félni tovább nem lehet, hogy a Kati nem engem más szeret. Hát mondjátok meg, emberek, hát mondjátok meg, mit tegyek, és bocsássátok meg nekem, hogy más asszonyát szerettem. Folytatásban egy mixet hoztam, a dalnak a címe Emlékszel-e és a Göncöl szekér.
És folytatnám egy kéréssel, még a műsor elején volt itt a Facebook oldalon, láttam egy kérés, Sós Irénke kérte Útszélén keresztfák című dalt, és ha mód van rá, játsszuk már le, nagyon szívesen itt a dal. Rajta virág koszorú, valakit haza vártak, valakinek véget ért az út. Véget ért a nagy utazás, rövid lett, véget ért az élet. Szélig kereszt van, tövében mécsesek égnek. Véget ért a nagy utazás, rövid lett, véget ért az élet. Úgy szélig kereszt van, tövében mécsesek égnek. Nem maradt más, csak egy sírhalom. Nem maradt más, csak a fájdalom. Hol az álmok messze szállnak, valakit mindig hazavárnak, hadd visszajött, édes Istenem. Szélén kereszt van, rajta virág koszorú. Őriz egy emléket, valakinek véget ért az út. Véget ért a nagy utazás, rövid lett, véget ért az élet. Szélig kereszt van, tövében mécsesek égnek. Nem maradt más, csak egy sírhalom. Nem maradt más, csak a fájdalom. Hol az álmok messze szállnak, valakit mindig haza várnak, hadd visszajött, édes Istenem. Nem maradt más, csak egy sírhalom. Nem maradt más, csak a fájdalom. Hol az álmok messze szállnak, valakit mindig haza várnak, édes Istenem. És a következő dal is egy kérés, és azt is teljesítem, a dalnak a címe Édesapa, gyere haza.
szeme. Azt zokogja, nincs apukám, elköltözött messzire. Körülöttem még a fák is sírnak, könnyezve sóhajt, s egy dal nagyon szép dalt hallottunk, és hoztam a következőt, Messze az óceánon túl. Az óceánon túl, ott van az én hazám. Mióta nem jártam ott, eltemették az édesanyám. Barátaim, emlékszem még rátok, felsír bennem néha még a múlt. Ártatlanul üldöttem,
hozott a sors ki. Idegen föld lett az otthonom. Eljött a nap, mit vártam, az a repít a fém madár. És csordul a könny a két szemendől, mikor átlépem a magyar határ. Sokszor vágytam kis falumat látni, mert úgy éreztem, nem bírom tovább. Más útdalol a madár is öt, más színű a réten a virág. Tör minden éjjel, kis falumról álmodozom én. Fülembe cseng a templom harangja, a világon sehol nem szól így. Olyan messze távol vagyok tőle, szülőföldem szép magyar hazám. Édesapám a kapuba kint áll, üveg szíve mindig az a pár. Eljött a nap, mit vártam, az a repít a fém madár. És csordul a könny a két szemendől, mikor átlépem a magyar határ. Sokszor vágytam kis falumat látni, mert úgy éreztem, nem bírom tovább. Más útdalol a madár is ott, más színű a réten a virág. De eljött a nap, mit vártam, az a repít a fém madár. A könny a két szemendől, mikor átlépem a magyar határ. Sokszor vágytam kis falumat látni, mert úgy éreztem, nem bírom tovább. Más útdalol a madár is ott, más színű a réten a virág. A szép dalok mellett nagyon-nagyon elrepült az idő, és lassan a műsorom végéhez fogok érkezni. Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok és hallgattok, de mi nem menjetek, mert még megyünk tovább. És még egyszer köszönjük szépen a Kacor Ferinek, hogy az este itt volt velünk, és megismerhettük közelebbről. És megyek tovább, a következő dalnak a címe: Köszönöm, hogy szerettél. Köszönöm, hogy szerettél, olyan jó, hogy voltál. Hűségem kísérjen egy életem át. Köszönöm, hogy szerettél, olyan jó, hogy voltál. Hűséged kísérjen egy életem át. Köszönöm, hogy szerettél, olyan jó, hogy voltál. Olyan jó szeretni, a boldogságtól sírni, örülni a jónak,
a bajban együtt lenni. Tudni, hogy valaki hűséggel vár rám. Köszönöm, hogy szerettél, olyan jó, hogy voltál. Tudni, hogy valaki hűséggel vár rám. Köszönöm, hogy szerettél, olyan jó, hogy voltál. És elérkeztem a műsorom végéhez. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és minket választott. Holnap újra jövünk élőadásba 12 órától egészen 22 óráig. Szeretettel várunk mindenkit, és holnap is lesz vendégünk. A búcsúdalom, amivel elköszönök, Huszhát Cigány. És még egyszer köszönjük, hogy velünk voltatok. További szép estét, jó ét, szép álmokat, aki aludni megy. A mikrofonnál a Sufit hallottátok.
Az élet a legrészegebb.